Az őszi szünet napjaira szervezett programok sorában az első a kézműves foglalkozás volt, melynek keretében a hangsúly a kreatív alkotó munkán volt. Többféle alapanyag felhasználásával és elkészítési technika alkalmazásával ügyeskedtek a foglalkozáson résztvevő gyerekek. Így például denevércsipeszt, könnyjelzőt, papírból hajtogatott tököt, falevelet és szellemfűzért alkottak, valamint a természetben fellelhető őszi termések, gesztenye, makk és mogyoró felhasználásával dekorációs figurákat készítettek. Másnap Mozi Matinéra került sor, egy animációs kalandvégjátékot tekinthettek meg az őszülő gyerekek a moziban. A harmadik nap pedig a Halloween legfontosabb jelképévé vált, mécsessel világító töklámpás elkészítésére gyűltek össze az alkotni szerető kicsik és nagyobbak, hogy kifaragják saját töklámpásukat, melyel otthonukat díszíthetik. Nem mellesleg pedig, hogy távol tartsák a gonosz szellemeket, hiszen a hiedelmek szerint a világító tököknek dekorációs szerepük mellett szelleműző funkciójuk is van.